Egy nap megváltozott a világunk. Azzal kezdődött, hogy furcsa kártyák kezdtek hullani az égből. Először ártalmatlannak tűntek, ezért a netes cimboráimmal kitaláltunk egy király új játékot. Ekkor döbbentünk rá, hogy a lapok nem is voltak olyan ártalmatlanok. Egy másik világ hihetetlen ereje dolgozott bennük. Az én nevem Dan. És a barátaimmal, Runoval, Maruchoval, Julival, az ugrásra kész nagymenő Sunnal és Alice-szel mi vagyunk a Bakugan szörny bunyósok! Bakugan. Egy játék, egy célért, két világban. Mit tehetnél mást? Esélyed oly kevés már. Rajta hátnyomás, kemény a harc, mi vár? A veszély egyre nő. Bakugan szörnybunyósok! Bunyó kisasszony módra! Az előző epizódban a szüleimmel átköltöztünk Danék kerületébe, egy valóságos erődbe. Meghívtam Dent és Runót a házavató bulimra, ám ott feltűnt az önmagát Prejásznak nevező Bakugan. Egészen jó pofa arc volt. Ezután viszont beállított hozzánk a Tini Starline duó. Jerry és Jules vagyunk! Csak azt nem tudtuk, hogy állarcos megbízásából jöttek, méghozzá a Bakugánjainkért. Elem megváltoztatása! Ez Prejász különleges képessége. A csata közben megváltoztathatja az elemi besorolását. Az összecsapás sebessége elérte a maximális szintet. Prejász rúgás! Szép volt, Prejász, te vagy a csúcs! Nem tesz semmit. Mikor eszünk? Hey, Dan! Benne vagy egy kétszemélyes összetűzésben? Na-na! Ez nem kérdés! Akkor vedd fel a kesztyűt! Bakugan, szörny! Most merezd a szemed, Dan! Ha? Aquos rémtépő, fel! Alaphelyzetben a tépő ereje 300 ki. De az a sandagyanúm, hogy tartogat számomra egy ronda meglepetést, ha támadok. A kompjútereddel játszol, vagy velem? Oké, vegyél ki pihenőt. Bakugan, szörny! Ah! Bakugan, fel! Egy kanári a legjobb húzásod? Még nem láttál semmit, Jenny. Tőlem, te fogsz elbukni. Szerintem törbe akar csalni. Jaj, kérlek, talán neked jobban menne? Mondd, kis haver, nem akarsz bulizni? Bakugan szörny! Ne állj az útjába, csöpi! Ez egy... Saurus, fel! Helyzetjelentés. Saurus ereje 320G, vadássólyom ereje 300G. Ezt figyeld, Marucho! Portállap! Nyíj! Vadássólyom ereje emelkedik. Most elkaplak! Képességlap! Aktiválás! Kombináljuk a szubterrát az Aquosszal. Saurus ereje 420G. Ó, ez gáz! Szét fog taposni! Ennek annyi! Jaj, szegénykém! Nehéz lehet elviselni, hogy egy lánytól kapsz ki. Ez van, Danny! A sólymomat is a végzett dimenzióba küldték pihenni. Azért történt, mert megint óvatlan voltál. Én már értem. Sugár irányban aktiválták a képességlapokat, így az Aquosi és szubterrai szörnyek felerősítették egymást. Egyszer, mint elvágtak a lehetőségtől, hogy felerősítsem a saját szörnyemet, aztán lecsaptak. Te tudtad? Miért nem tudtad megmondani, Marucho? Hé, hűsd le az agyadat, csórikám, mert hogy megtalálok leckésztetni. Én tudok egy megoldást. Prejász kedve szerint képes bármikor elemet változtatni. Igazad van, Dan. Ha Prejász átvált szubterra elemre, akkor ő is megkaphatja a sugárirányú erősítést az Aquosztól. De ha sötét elemre vált, akkor a tűzzel, vagyis velem lesz egységben. Felfogta. Szóval kitartás. Még legyőzhetjük őket. Bakugan szörny!
Juggernaut fel! Képességlap aktiválás! Vízválasztó! Számításaim szerint most senki sem használhat képességlapot. Ez pedig blokkolja majd a sugárirányú erősítéseket is. Azt hiszed? Figyelj! Portállap kész! Bakugan szörny! Gorgonoid fel! Tőkász! Daniel, figyelj! Ha? Két Aquosi szörny néz szembe egymással a mezőn. Ez azt jelenti... Szökőár! Az egyesített erejük szökőárat fog indítani. És még rosszabb lesz, ha beküldik az Aquos lovagot. Akkor az egyetlen mentőövünk az, ha legyőzzük őket, amilyen gyorsan csak lehet. Nem, Ben. Mindenek előtt meg kell erősítenünk a pozíciónkat. Mit beszélsz? Bízz bennem, azt hiszem pontosak a számításaim. Jó, kapizsgálom, hogy mit akarsz. Rendben, lássunk hozzá, mielőtt elveszítünk még egy Bakugant. Portállap kész! Bakugan szörny! Szerpenoid fel! Portállap kész! Bakugan szörny! Saurus fel! Szóval, mivel ez a te terved volt, most te jössz. Nem ördöngőség a tervem. Mint tudod, kim van a tetű szörnyed? Az én vízszörnyem, és ha kiteszünk egy fényelemű szörnyet a mezőre, azzal megteremtjük a saját védelmünket. Tűz, víz és fény. Az áthatolhatatlan háromszögletű varázskör. Ha, ebből semmit nem fogtam, de ha igaz, hogy ez a háromszögizé megdobja az erőnket, akkor... Valami olyasmi. Már csak Prejász kell. Ő lesz a fényszörnyünk. Én? Most viccelsz? Kockáztassam meg, hogy a végzett dimenzióba küldelek? Ó, nem, az soha! Miss! Na, vására viszed a bőrödet? Nem! De számítunk rád! Na jó, nem bánom! Bakugan szörny! Jöhetek, lányok? Ne hülyéskedj! Hé, mit képzelsz? Ez az én bulim! Elem megváltoztatása! Ez hogy tetszik? Túl lila? Dolgozz már! Te idióta! Nem sötételemű szörny kell nekünk, hanem fényelemű! Pásztelbaltáztam, igaz? Ötődött egy Bakugan. Hé, ezt hallottam! Portállap, nyílj azonnal! Segítség! Tulok a faromban, szóljatok a mamámnak! Vízválasztó hatástalanítva. Mi folyik itt? Gőzöm sincs, de csinálj valamit! Képesség, a aktiválás! Kombináljuk a sötétséget a tűzzel! A frász kerülget! Prejász ereje 400 gíren nőtt. Nem ödölt ki. Ha engem kérdezel, ez túl közel volt. Majdnem elvesztettem Prejászt. Mázli, hogy az utolsó pillanatban kombináltam a tűz és a sötétség erejét. Kérlek, ura voltam a helyzetnek. Kiadj veszéket az előbb, nem te! Nagy ostobaságot csináltál, Prejász. Szállj le róla, báfrány. Végül is gyertünk, nem? Ügyes húzás, jól pörögsz ott, kis csibém? Még ha túl sok is múlt a szerencsén. Azért ne dicsértesd magad. Mert a nyerésnek vége szakad. Portállap kész! Bakugan szörny! Aquos lovag! Aquos lovag! Gondoltam, hogy most jön a java. Imádom a lovagot. Remélem, hoztatok fürdőruhát. Képességlap aktiválás! Szökőár hullám!
Anyám, a Bakugan kézikönyv nem írt óriási hullámokról. Hé, hey, lányok, ez csalás volt! Ó, oh, ne Harry, de ez van. Igen, pesmi! And the Brawlers will be back right after these messages. And now, back to Bakugan Battle Brawlers! Hé, hey, lányok, ez csalás volt! Legfőbb ideje, hogy rákapcsoljunk. Jelenlegi állás szerint mindenkinek egy dobása van. Mit szólnál, ha lenyúlnánk a technikájukat? Igen! Portállap, kész! Rajtad a sor, drágó! Bakugan szörny! Ah! Fel! Bakugan szörny! Százlábú, fel! Rajta, portállap, nyíj! Tüzes gyűrű! Drágó ereje megnő. Adj neki, drágó! Felnyomtam az erődet 420G-re! A tűzviharod elhamvasztja azt a nyomvat százlábút! Képességlap aktiválás! Kombináljuk a vízelemet a földdel! Jaj, ne! Képességlap aktiválva! Egy vonal! Látjátok ezt, fiúk? Elintézzük, hogy a szörnyeink megütközzenek egymással! Ez nem lehet! Így ketten vannak egy ellen! Ez kilátástalan harc lesz. Egyesített ellenséges erő 530G. Bocs, Dan! De megint veszítetek! Nem hiszem! Ha? Ezt kapjátok ki! Itt egy képességgyűjtőlap! Ha megfordítom a sugárirányú erősítést és egyesítem a tüzet a sötétséggel, az semlegesíti az ő kombinációjukat! Irány a színpad! Ha-hó, báfrán sárkány! Úgy hallom, éppen táncpartnert keresel. Idegesítesz, Preyas! Hé, ez nem fair! Preyasnak nincs joga betörni a bulingba, ha jól tudom, ez szabálytalan. Szeretnék hivatalosan is panasszal élni. Tévedsz! A sugárirányú erősítés használható ellencsapásként. Elemi változtatás! Tarkos! Működik! Váratlan energiakitörés. Drágó, jön a kedvenc képességlapod! Sárkánytűz! Az erő, de mit a fodrászom? Egyesített erő 1020G. Igen! Sikerült, megcsináltuk! Ez az! Igen! De a hírnevünk megvan. Ha? Hmm, túl könnyű volt. Gyerünk, na ki veled, győztetek? Tudom, hogy szeretitek a Bakugant, de ha engem kérdeztek, oltári rossz ötlet volt elfogadni állatos megbízatását. Habár a fiúkat akartok. Ah, kit izgat a maszkos, amikor akad itt két ilyen cuki fiú is? Vissza, Hugi, rohannunk kell. Oh, valóban, tök kiment minden a fejemből. Este koncertünk lesz. Vár az esti műsor a Super Tini Duóra. Cső, fiúk, még talizunk. Az igaz, hogy a humán szókincse meglehetősen limitált. De nem az ilyenekre használjátok a ripacs kifejezést? Habár az is igaz, hogy valamennyire azért szórakoztatóak voltak. Mindegy, amelyik engem érdekel, az az állarcos nevű ember. Az én véleményem, hogy csípjük nyakon azt a rossz arcút. Nos, drágo, te mit szólsz? Gyerünk, beszéljetek már! Azt hiszem, ideje elmesélnem mindent, hogy honnan jöttem és miért vagyok itt. Vesztóriából jöttél, nem? Ahol az összes többi Bakugan él. Igen, így van. Westrója egy hatalmas univerzum, amelyet 6 kisebb világ alkot együttesen. Emberi fogalmak szerint a tűz, a föld, a fény, a sötétség, a víz és a szél. Az univerzumon közepén található a 2 egymásnak feszülő erő, a végtelenség, amely a pozitív energiaforrása és a csendesség,
a negatív energia forrása. Ez a két erő egyenrangú és egyensúlyban tartja a világunkat. De él egy Bakugan, aki hatalomvágyától vezérelve megpróbálta megszerezni magának mindkettőt. Ez eddig példátlan volt a dimenziónkban. Úgy nevezték, hogy Naga. Mindent megtett, hogy behatoljon a magba és magához ragadja a hatalmat. De mivel ez senkinek sem sikerülhet, ő is kudarcot vallott, de szabadon engedte a negatív erőket. Miután bekebelezték a világunkat, áttört egy ebbe a dimenzióba. És rémesen éltek tovább, amíg meg nem haltak. Ciao. Végre kezd összeállni a kép. Azok a lapok valamilyen átjárón vagy féregjáraton keresztül kerülhettek a földre. A leghihetetlenebb, hogy aki megtalálta őket, azt hitte, hogy ez csak egy játék. Ó, mekkorát tévedtünk. Na, ne mondd! Azt hiszitek, hogy pihenni jöttem ide? Mielőtt ez megtörtént, én egy helyes galamblelkű és békis Bakugan voltam. Ja, porog! Kupán vágtak. Láttátok? Mi esett rám? És mire eszmélek, hogy itt vagyok a világotokban? Rám is tört a frász! A múltamból alig emlékeztem valamire, így elindultam megkeresni önmagam. Megkeresni a cukipofa Prejászt, aki szerintem mindig is voltam. A Bakugan, aki szeretetre méltó, barátságos és sohasem... Figyelj, Prejász, ez nagyon érdekes, de Drágó éppen mesélt valamit. Ne neheztelj rá emiatt. Drágó, kérlek, folytasd! Azután, hogy Naga megbontotta az egyensúly, de még azelőtt, hogy a Bakuganok átkerültek a földre, egy emberi lénynek sikerült átjönnie Vesztrójába. Egy ember átjutott oda? Ez komoly! Igen. Ő mutatta meg Nagának, hogyan tud behatolni a világunk középpontjába. Ő nyitotta meg az átjárót. Akkor láttam Nagát utoljára. Vesztrójában mindenütt kitört a háború. A negatív energia az őrületbe kergette a Bakuganokat, és egymásra támadtak. Az erőszak egyre fokozódott, és úgy tűnt, sosem lesz vége. Akkor döntöttem úgy, hogy átjövök a ti világotokba, hogy véget vessek ennek a rémálomnak. Átlépésem pillanatában te éppen egy harc kellős közepén voltál. Akkor találkoztunk először, Daniel. Igen, emlékszem. Furcsa látomásom volt. Olyan valóságosnak tűnt. Ez Baró? Te mióta vagy a világunkban, Tigrerra? Közvetlenül Drágó után jöttem én is. Ráébredtem, hogy a világom hamarosan önmagába omlik. Az egyetlen mód a megmentésére az volt, hogyha idejövünk. Indulásom előtt azonban láttam, amint a végtelenség magja átlép Vesztrójából a ti világotokba örökre. Naga hívhatta magához. Ránk vár a feladat, hogy visszavigyük a mi dimenziónkba, különben Vesztrójának befellegzett. Ez komoly? Meg kell találnunk azt az embert. De ki lehetett az? Amennyiben jól emlékszem, Michael vagyok. Milyen Michael? Mutatok valamit, srácok! Hol van? Hol van? Hol van? Itt van, de nem fogjátok elhinni? Ez lesz tudomány. Az! Igen, az egy tudományos magazin, de mi olyan hihetetlen benne? Tudod, Runo, nem véletlenül látszom okosabbnak, mint te. Kikérem magamnak! Igadj le, Runo! Azt hiszem, tudom, ki ez a Michael. Na, ismerős valakinek? Igen, ő az, ő az! Dr. Michael Göhebik, egy multimilliárdos tudós. Utoljára akkor hallottak róla, amikor nyoma veszett. Azt a mekkora nyík! Értem, mit tudtok erről az alakról? Ahogy elnézem, fel kéne borgatni a ráncait, mielőtt még... Fogd be a szádat! A hülye tréfáiddal csak rontasz a helyzetem, Prejász. Világos? Bár elég képtelen elmélet, de... Nem lehet, hogy Dr. Michael azért tűnt el, mert átjutott a másik dimenzióba, Vesztrójába? Jól mondtad, ez képtelen ötlet. Lassabban, lehet, hogy ez a Michael és az állatos kapcsolatban állnak egymással. Itt Halji! Mesélj, hogyan alakul a kis tervünk, állatos fiam? Nos, mondjuk úgy, hogy aggodalomra semmi okot, Haji. Minél többet harcolunk a Bakugánjaink, annál többet fejlődnek. És a végtelen mag hamarosan a miénk lesz. Ennyi év után... Te lennél nagypapa.
Vesztrójába mentél? Nem, az lehetetlen. Igen, igen, a végtelenség magja a miénk lesz. Hoho, itt Runo, a Bakugan szörnybunyós a következő részében irány a repülőtér, ugyanis érkezik Alice, még Dan is eljön. Ott találkozunk két testvérrel, Takashival és Kozukéval, akik kihívnak bennünket egy bunyóra. Marucho teljesen bepörög a lehetőségtől, és jól is kezdődik a csata, de hogy hogyan fog alakulni, nézzétek meg a folytatást, abból kiderül, legközelebb is vár rátok a Bakugan szörnybunyósok. Higgyétek el, nem fogtok csalódni. Bakugan szörny! Csatára fel!